Jó estét kívánok, folytatódik a napi aktuális. Újabb háború körvonalazódik a közel-keleten. Legfrissebb hírek szerint, ugye Hezbollah megtámadta Izraelt, Irán is készül egy nagyobb erejű támadásra, de hogy pontosan mi történik most a térségben, arról kérdezem Robert Szikásztelt, Izraelben élő biztonságpolitikai szakértőt. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok egy holtfényes Jeruzsálemből! Hogyan lehetne összefoglalni az elmúlt napok eseményeit egyáltalán? Mit tud elmondani akár az emberek hangulatáról, katonai szempontból történik-e most bármi? De talán úgy összegezném a dolgot, hogy feszült várakozás. Itt látjuk, hogy egyrészt Irán mindent megtett, hogy a maga részéről megpróbálja ezt a, a, a koalíciót, pontosabban a, a, a Iránt és a, a, a csatlósait olyan pozícióba hozni, hogy minél hatékonyabb támadást tudjon mérni Izraelre. Ugyanakkor az Egyesült Államok és Izrael megpróbálta, képi, megpróbálta megerősíteni és hadrendbe állítani a saját koalícióját, amivel megpróbálja megvédeni Izrael és ezzel tompítani ennek a, a 360 fokos támadásnak az élét. Ugyanakkor sajtóhírek arról szólnak, hogy Oroszország légvédelmi rendszereket küldött Iránnak, és egyfajta előkészítést is jelent ez egy nagyobb horderejű támadásra. Azt már eddig is bejelentette, vagy mondta Irán, hogy szeretnék megtámadni, és meg is fogják támadni Izraelt viszont szakértők azt mondják néhányan, hogy ez időben még elhúzódhat. Vannak-e információk erre vonatkozóan? Én ezt, ezt vitatnám, ezt az állítást. Én úgy gondolom, hogy a, miután befejezték az előkészületeket az irániak és a szövetségeseik, abban a pozícióban vannak, hogy ideális körülmények között elindíthatják a támadást. Minden további nappal a az további amerikai haditengerészeti egységek és légi egységek érkeznek a közel-keletre, a további nyugati támogatás érkezik Izrael részére. Németország például felajánlotta, hogy segi, a német légierő segítségét Izrael megvédésében, és hasonló dolgok. Tehát én úgy gondolom, hogy a, egy bizonyos határon túl az idő már nem Iránnak dolgozik. Arról nem is beszélve, hogy. Izrael egy, egy kis, kis ország révén, tehát Magyarország lakossággal, de sokáig Izraelet nem lehet ebben a feszültségben tartani. Előbb-utóbb bekövetke, bekövetkezhet az, ami a 67-es háború előtt bekövetkezett, hogy Izrael egy ilyen megelőző csapást mér Iránra és a szövetségeseire, mert végtelenségig nem képes ezt a, ezt a feszültséget fenntartani. Izrael most egyébként mire rendezkedett be, amikor kitört vagy? újra éleződött a háborús konfliktus, akár a gázai övezetben már akkor is beszéltünk, hogy az erőket folyamatosan át kell csoportosítani, illetve koncentrálni kell egyes területekre, annak érdekében is, hogy ugye a többfrontos háborúban megvédje magát amit látunk, hogy Gázában a, a, dolog kezd, kezdi kifutni magát. Tehát a, abból a 24 zászlóajból, amelyik a, a, a Hamasnak a katonai erejét adta, a Hamas de facto hadseregét adta, ebből talán három zászlóaj van, amelyik még organikus katonai egységként működik, a többi zászló egy szétesett, és ez az, azon is le lehet mérni, hogy eh, mikor Ismail Haniét Izrael eh, likvidált a Teheránban, akkor a Hamásznak gyakorlatilag nem volt, még mai napig se álltak bosszút ezért. Tehát nem, nem látunk egy rakétacsapást, vagy valamiféle támadást, tehát ezen is le lehet mérni azt, hogy a Hamásznak a katonai ereje fatálisan meggyengült. Eh, a következő lépés az valószínűleg hiszbale lesz, és én azt se tartom kizártnak, hogy ha az iráni támadás egy ilyen katasztrofális sikerrel végződik túl sok emberáldozattal, akkor Izrael megváltoztatja a prioritásait, és a hangsúlyát fog tevődni Iránra. És még egy gondolat, ha megengedi Marian, hát sokszor hallom a magyar médiában ezeket a híreket, megpróbálják kvantitatíve összehasonlítani Iránt Izrael-el, Irán egy nagyon-nagyon sebezhető ország a a kritikus infrastruktúrája sokkal sebezhetőbb, mint Izraeli, nincs számottevő légiereje és nincs számottevő légvédelme. A Iránnak az erőssége ezek a csapásmérőeszközök, a drónok meg a, meg a, meg a rakétái. Azt tudja képzelni, hogy a hámász nem csak ideiglenesen gyengült meg, hanem ahogy korábban is voltak események, amiket inkább előkészített, időben kivárta a megfelelő pillanatot, és akkor miért egy megtorlást Izraelre? Én úgy gondolom, hogy mint minden háborúban itt is nagyon fontos fenntartani az állandó nyomást. Tehát e, ilyen szempontból ezek az ötletezések, hogy ilyen tűzszünet vagy olyan tűzszünet, ez mindenképpen a, a Hamasznak a malmára hajtja a vizet, mert lehetőséget ad arra, hogy regenerálják bizonyos szinten a katonai erejüket. Ugyanakkor tisztába kell lenni két dologgal. Abban a pillanatban, hogy a, hogy a gázai övezet el van vágva Egyiptomtól, és már nem tudnak hadianyagot behozni gáza területére, és gyakorlatilag elvesztették az uralmat a területük döntött, Döntő része fölött, tehát nincs, ahol kiképezni mondjuk ezeket az új terroristákat. Addig mindig be lehet hozni egy 17 éves suhancot, a nyakába akasztani egy Kálásnikovat, és nekihajtani az izraeli hadseregnek, de ez már nem az a, a, a Hamas e, e, katonai erő, amelyik az, az október 7 ei rajtaütést végrehajtotta, igen, igen, professzionális módon el kell mondani. Köszönöm, hogy ezt szóba hozta. Milyen hírük van a, az, a még ott lévő túszokról? tudnak-e bármilyen információt az ő, hogy létükről élnek-e még, illetve hogyan vannak? A dolog egyik tragédiája, hogy a Hamas semmilyen információt nem oszt meg a túszokkal kapcsolatban. Tehát praktice azt várják el tőlünk, hogy egy olyan egyezményt írjunk alá most egy, szóval egy tűzszüneti egyezményről, amiben nem tudjuk, hogy hány tuszt kapunk vissza, hány lesz közülük élő és hány lesz halott, hányan maradnak, maradtak még a Hamas kez, maradnak még a Hamas kezében. Tehát én azt hiszem, hogy azok, akik ilyen a feltétel nélküli tűzszünetet és a túszcserét szolgalmazzák, azok nem gondolták végig a dolgot. Mert tisztában kell lenni abban, hogy itt nem a tuszokat kapnánk vissza, hanem néhány tuszt, és akkor föltevődik a kérdés, hogy mi lenne a többieknek a sorsa. Már csak így a beszélgetés végén az izraeli társadalom megítéléséről kérdezné, mit mondanak az emberek a háborúval kapcsolatban, mennyire támadj, vagy támogatják jelenleg a kormány intézkedéseit, törekvéseit. Úgy gondolom, hogy ezek a dolgok megosztanak. Azok a politikai eh, törésvonalak, amik megvoltak a háború előtt, azokat látjuk most is, csak egyszerűen más celofánba csomagolva. Tehát, hogy a háború előtt a celofán mondjuk a, az igazságügyi reform volt, akkor most a, a túszok, vagy a háborúnak a, a folytatása a celofán, amiben csomagolva van a, a, a kormány elleni aktivizmus. És azt is el kell mondani, hogy van egy, meg, van egy megosztottság az ország köz, közepe és a periféria között. A periféria érzi a háborút, és azt akarják ott az emberek, hogy ezt a fenyegetést elhárítsuk. Az ország közepén élők pedig inkább szeretnének visszatérni a, a, a rutinjukhoz, szeretnének egy tűzszünetet, szeretnék lezárni ezt a háborút. Tehát van egy ilyen aspektusa is a dolognak, és ezek ezek legitim érdekkülönbségek. Én azt hiszem, hogy ezt el kell fogadni, és figyelembe kell venni mindenkinek a, 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 a nézőpontját. Robert Cikásztel, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.